Kovács Barbara. A csacsi. Kéne egy csacsi. Egy olyan igazi. Azt hiszem, vele tudnék jól játszani. Mufulcnak hívnám, adnék neki enni, és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna csacsi. Az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira! Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal! Mihez is kezdenénk egy makacs jószággal? Hol szaladgálna? És mivel etetnéd? És hol aludna? Az ágyadba vinnéd? Kimértem. A szobámba épp befér egy csacsi. Csak az ágyamat kéne kicsit arrébb tolni. És igen, aludni bevinném az ágyba. Nem is kéne más, csak tám még egy párna. Anyu azt mondta, ne légy ilyen buti. Lakásban nem való egy igazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek majd kórót, vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit. Lesz sok pénzem, s végre vehetek egy csacsit.